Közérdekre hivatkozva adott át áron alul az 5. kerület egy értékes ingatlant a Portik Tamás állítólagos élettársához köthető KFT-nek, így értesült a Blick. A lap szerint az önkormányzat arra hivatkozott, hogy a lakosság ellátását szolgálja, ha ott étterem nyílik. Az önkormányzat közleményében reagált a vádakra, azt írják, a legjobb ajánlat nyert, és mindenkit perelnek, aki az ügyet összefüggésbe hozza Portik Tamással. Ez az az ingatlan, amelyikről szó van, a Károly körút 26. Ő pedig Portik Tamás, aki jelenleg fegyházbüntetését tölti. Neve akkor került szóba a körúti ingatlan kapcsán, amikor kiderült, hogy állítólagos egykori élettársa kedvezményesen jutott az ingatlanhoz. A nő cége a Classic Immo Kft. Azt viszont tagadja, hogy valaha is köze volt Portikhoz. A Blick szerint az 5. kerületi önkormányzat közérdekre hivatkozva adta bérbe az ingatlant a Kft.-nek, mert azt ígérték, hogy ott étterem nyílik. Közszolgáltatást ígértek, hogy itt közért vagy étterem fog nyílni. Ez a mai napig nem, hogy nem nyílt meg, hanem el is adták az ingatlant egyúttal. Az együtt 5. kerületi képviselője szerint sem a bérbeadás, sem később az eladás nem volt jogszerű. Juhász Péter szerint nem volt értékbecslés, és nem volt több éves bérleti jogviszony sem, ami indokolta volna a kedvezményt. Kellett, hogy vállalja minden egyes bérlő az emelt szintű bérleti díjfizetést az évek folyamán, csak akkor biztosítható számára ez a kedvezmény. De a másik nagyon fontos része, hogy köztartozásmentes cégeknek volt csak eladható, ezt viszont soha nem vizsgálta az önkormányzat. A cég aztán 52 millióért vette meg az üzletet, és egy év múlva 102 millióért adták tovább. Kerestük az önkormányzatot is, de csak egy közleményt adtak ki. Ebben azt írják, hogy azért a Classic Immo Kft. Kapta meg a bérleti jogot, mert övék volt a legjobb ajánlat. Egyébként pedig mindenkit perelnek, aki az ügyet összefüggésbe hozza Portik Tamással.